Fel kell gyorsítani a zöld átállást az LMP országgyűlési képviselője szerint. A fővárosban élő Bakos Bernadett erről szexádi sajtótájékoztatóján beszélt. Szerinte az elmúlt években a kormányzat nem fordított elegendő figyelmet a megújuló energiaforrások elterjesztésére, ezért most újra kellene szabályozni a nap és szélenergiával működő rendszerek használatát. Emellett Bakos Bernadett arról is beszélt, hogy pártja kidolgozott egy tervet, amivel a lakóépületeket lehetne szigetelni. Erre nagyjából 600 milliárd forintot kellene elkülöníteni, ebből 100-150 ezer lakást is le lehetne szigetelni, illetve akár mélyfelújítási munkákat is elvégezni, így sokkal hatékonyabb lenne nyilván a szigetelés is. Gulyás Róbert, az LMP önkormányzati képviselője, a közgyűlés éjjel-szexárd frakciójának tagja a sajtótájékoztatón azt mondta, a Tolnai megyeszékhelyen élők közül sokan rosszul szigetelt házakban laknak, és a helyi fűtőmű évente több 100 millió forintot fordít a szénmonoxid kvótára, ezért szerinte szükség lenne az épületek energetikai fejlesztésére. A legfontosabb Szexárdon a lakások szigetelése a jelen pillanatban. Az önkormányzatnak vannak olyan a Mikes utcában olyan lakásai, aminek gyakorlatilag nulla szigeteléssel rendelkeznek, megy ki a levegőbe a fűtés, és ez nagy problémát okoz az ott lakóknak. Az LMP politikusai ezek mellett arra kérik az embereket, hogy minél többen töltsék ki az általuk kezdeményezett zöld konzultációt.